Áldás békesség! Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 14. részéből az első 6 verset. Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani vagy sem? De ők hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, vajon nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, Jézus nem csak itt, a farizeusok egyik vezetőjének a házában gyógyított szombaton, hanem máskor is, más helyeken is. Azt gondolhatnánk, hogy a betegeken kívül is mindenki örült annak, hogy Jézus csodálatos gyógyításokat vitt véghez. Szinte döbbenetes az, hogy nem így volt. Főképpen azok háborodtak fel, akik Isten törvényét képviselték. A főpapok, a farizeusok és az írástudók. Jézus provokálják is ezek a farizeusok. Ez a vesebeteg ember nem kerülhetett volna másként, csak így a farizeus házába. Csak úgy, hogy a farizeusok ügyesen megszervezték. Mégpedig azzal a céllal, hogy mit fog tenni Jézus. Isten fia azonban nem titokban gyógyított, hanem nyíltan. Szombaton is gyógyított és tanított, mert az embert látta. Azt az embert, aki segítségre szorul. A farizeusok pedig rásütötték a bélyeget, Jézus törvényszegő. A farizeusok a törvényt önmaguk felé hajlították. A szenvedő állatot megmentették szombaton, de az embert, a beteg embert hagyták, hogy kínlódjon tovább. Jézus szerette volna megváltoztatni a gondolkodásukat. Szerette volna őket válaszadásra kényszeríteni, mert ismerik a törvényt, amit az ember szerkesztett. De vajon ismerik-e az Isten törvényét is? A szeretet törvényét, amely erősebb minden ember által megalkotott szabálynál, vajon ismerik? Ágostont egyszer megkérdezték, az egyik tanítványa megkérdezte, hogy szerinte hogyan lehet, hogyan kellene az életét élje. És Ágoston azt felelte, mindig szeress, aztán tégy, amit akarsz. Ez minden tudománya annak, aki Istennek tetsző életet akar élni. Jézus leül az ellenségei közé. Közösséget vállal velük, pedig nagyon jól tudja, hogy ez a meghívás csapda. Mégis nyitott szívvel megy oda hozzájuk, hogy a vallásos vezetők is láthassák és megtapasztalhassák Isten szabadító hatalmát, amely ő általa jött el ebbe a világba. Jézus nem eltöröli, hanem szabadító szeretetének gazdagságával tölti meg a nyugalom napját. Adja Isten, hogy ez így legyen, és mi is megtapasztaljuk ezt. Amen.